Marco Wuin 9 év után tért vissza Magyarországra. A MOLPIK Szeged március 16-án jelentette be, hogy a 2020-21-es Bajnokok Ligája szezon végéig szerződtették a Veszprém és a Dunafer korábbi játékosát. A hírt vegyes érzelmekkel fogadták a szegedi szurkolók. Wuin megítélése a Tisza partján egy ominózus 2008-as Szeged-Veszprém rangadón történtek óta nem mondható a legfényesebbnek. Hogy miért akart mégis ideigazolni, annak ellenére, hogy válogathatott az ajánlatok között, az első benyomásairól, a Kieltől való távozás fájdalmairól, és egy súlyos betegséggel való küzdelméről nekünk mesélt először, kendőzetlen őszintességgel és lenyűgöző magyarsággal. Nem jött össze az egész dolog ott Várdárba, és én úgy döntöttem, hogy ez nekem nem jó, a családom se jó, és elmentem onnan. Én azt hallottam, hogy egyből, mikor elmentem a Várdártól, akkor valaki Szegeden megkapta ezt az információt, hogy ez szabadjátékos vagyok ilyenkor, és a Marko Krivokapić felhívott, és azt mondta, hogy ők akarnak idehozni, úgyhogy itt vagyok, örülök neki, hogy most szegedi játékos vagyok. Az volt a cél, hogy 2019-ig voltam Kielben, és nekem az volt a tervem visszajönni Magyarországra, és Szeged nagyon jó opció volt nekem, de hát ez nem jött össze akkor. És tényleg nem gondoltam sokáig, mert 9 évig játszottam Magyarországon, ismerem sok mindenkit a csapatban, nagyon tisztelem a Pásztor az edzőt, meg spanyol edzővel még nem dolgoztam, úgyhogy 1 óra 15 perc alatt otthon vagyok Szerbiában, úgyhogy ez tökéletes klub nekem most, és nem gondoltak sokáig, hogy azt mondom, hogy igen. Volt két ajánlatom Németországban. Az egyik ez jó, nagyon jó klub, de hát nem is gondolom. És akarták azt, hogy most menjek oda, és még jövőre maradjak, de én azt lemondtam, mert tényleg akartam Szegedre menni. Hogy fogadtak a városban? Egyrészt hogy fogadtak a csapattársak, másrészt tudom, hogy most koronavírus miatt eléggé zárva van minden, de azért találkoztál-e már esetleg szurkolókkal, klubtól, emberekkel? Mik az első tapasztalataid? Igen, annak az első nap, mikor ez kijött, akkor megkaptam olyan szociál médiával ilyen pár SMS, ami nem volt szép, de azt egyet is értek az emberekkel, mert ezek az igazi szurkolók, akik nem túl vannak ezzel a történettel, ami történt 2008-ban. A többi meg íze, sok ilyen rendes és aranyos üzenet megkaptam a másik szurkolóktól, akik mondanak, hogy íze, hogy engem tisztelnek, mint játékos, és azt akarják csak nézni, hogy lőjek a gólokat, és jól játszok a szegedi mezbe. Viszont a csapatban sok játékosról együtt játszottam, úgyhogy ez nem volt olyan nehéz. Említetted ugye ezeket az ominózus 2008-ban történt eseményeket. Te most ilyen hosszú időtávlatában hogy emlékszel vissza, mi történt azon a mérkőzésen? Először azt kéne mondanom, hogy 22 vagy 23 éves voltam annak idején. Ez nem volt persze, hogy szép dolog, amit csináltam, annyi, hogy az egész meccs, mikor itt játszottunk, azon a meccsen beszélek, hogy nem volt olyan... Nem volt olyan szép, volt sok ilyen durva faul, meg sok kiállítás, meg minden, és ilyen nem olyan volt meccs, hogy gondoltuk, és utána utolsó percben történt ezt a hetes sztori, az, hogy fejbe találtam a szegedi kapust, és akkor sajnálom, utána meg egyből meccs után megkaptam ilyen sok ilyen SMS, meg írták a levelek, ott Veszprémben megkaptam minden. Az, hogy ne gyere Szegedre következő meccsre, meg akkor nem biztos, hogy kijössz, vagy ilyeneket megkaptam, de hát az helyzet, hogy nem szándékosan ezt csináltam, akkor akartam fejfölött lőni, de hát megtaláltam, erről kijött majdnem 4 méterre, és akkor ott találtam őt fejbe. Ha lennének szurkolók a csarnokban, mert azt tudtad, hogy nem lesznek ebben a szezonban szurkolók a csarnokban, akkor is jöttél volna? Igen. Biztos, mert mondom,
akkor meg egyszerűbb lenne ilyen kontakt javítani, jó játékkal, jó meccsel. Szerintem akkor biztos, hogy meg könnyebb lenne, de hát jöttem volna biztos. Sportban az a szép, hogy gyorsan tudnak megszeretni, de gyorsan tudnak is másik oldalon ilyen negatív szavakat találni ellened. Úgyhogy tényleg motivált vagyok, nagyon ismerem a Kielt, ott játszottam 2 évig, úgyhogy ez nem kis idő. És annyi, hogy tudom, hogy van esélyünk, mert ha mindenki egészség lesz nálunk, akkor a Szeged nagyon jó csapat, és szerintem 2 nagyon küzdő meccs lesz, és remélem, hogy találkozunk. Vuinnak 2018-ban addigi élete legnagyobb meccsét kellett megvívnia. Megtámadta egy súlyos betegség, ami miatt hónapokat kellett kórházban töltenie, de erős maradt, legyőzte a kort, és a pályára is visszatérhetett. A játékos először döntött úgy, hogy nyilvánosan beszél a betegségéről, és arról, hogy miért kellett nagyot csalódnia a Kielben. Most mondom nektek először, hogy ez egy kicsit máshogy elkezdtem gondolkozni az illetről utána, meg megmondom őszintén, annak ide, mikor ez történt, nem azt mondom, hogy nem volt a korrekt, de pár ember Kielben nem volt velem úgy rendes, ahogy megérdemeltem ebbe a szituációba, mert 7 évig ott játszottam végig, és utána megtörtént ezt a betegség, amit 4 hónapig nagyon, nagyon nehéz volt nekem is, meg a családnak, meg is az, hogy kórházban voltam 2 hónapig, mert minden ez nem volt egyszerű. De végig ilyen pozitív voltam fejben, voltak ilyen hullámzó napok, mert ez nem volt egyszerű, de hát ilyen az élet, tudom, hogy rosszabb ilyen betegségek is vannak, amilyen én kaptam, úgyhogy örülök neki, hogy álló Isten, hogy minden rendben volt. Most még évente járok kontrollom minden évben egyszer, és ez meg kéne csinálni még 3 évig, és 5 év után, ha minden rendben van kontrollnál, akkor kész is vagy, és akkor nem kéne ezt vizsgálni többet, úgyhogy ez van. Azért mondom, hogy nagyon szép évek töltöttem Kielbe, de az utolsó pár hónap nem volt szép. És ott a betegséget kapcsán sem voltak veled akkor korrekte? Az a helyzet, hogy jó, hogy kérdezed, szerintem nem úgy azért is, ha engem most kérdezel, a pályafutáson hol érezted legjobban, azt mondom, hogy Magyarországon. Itt voltak veled a legkorrektebbek? Itt voltak velem a legkorrektebb, aranyosok itt volt. Most, ha belenézik, mert 9 évig voltam Magyarországon, 6 évig voltam Veszprémben, ahol muszáj minden meccset nyerni, jól játszani. Tényleg nekem a kisfiam is megszülete, ez a Kielben, meg tényleg nagyon-nagyon, és ez tényleg egy legjobb klub Európában, de az, hogy ezt a szakmát úgy ismertem a másik oldalát, akkor, mikor történt ezt az egészségi problémát. Én nem vagyok, én Szerbiában jövök, és nálunk, ha nincs érzelem, akkor ez ebből semmi nincs. És nálam az volt a probléma, hogy éreztem, hogy semmelyik érzés arrafele nem jön, és azt teljesen meglepődtem, és csalódtam benne. Zárásképpen megkérdeztük Márkó Vuint, hogy mit üzen a szegedi szurkolóknak. Bárhol játszottam, azt úgy küzdöttem, és végig 100%-osan játszottam azt, hogy nyerünk a meccseket, meg azt, hogy megpróbáljam minden jobban játszani, vagy amit tudok. Az, hogy sokáig voltam a Veszprémben, meg Kielben, azt jelent, hogy tényleg küzdöttem, és tényleg csináltam rendesen a dolgok. Úgyhogy megpróbálom itt is ezt csinálni, és nagyon tisztelem a szurkolók itt Szegeden, mert olyan hangulat tudnak csinálni, mert itt sose volt könnyű játszani. És azért mondom, hogy a szurkolók nélkül nem lenne ez a Szeged klub olyan erős, mint amilyen most van, és azt üzenem csak, hogy én a játékommal akarom, még a teljesítményel akarom azt mindenkinek segíteni azt, hogy elfelejtenek azt, hogy
ami volt régen.